Te, Pól! Csináljunk valami fotót ez a borítóhoz, de jó lesz az, amikor a Duna plázában voltunk, és jövünk le a mozgolépcsőn. Nem vagy előtted állok? Ennyi de itt a magasabb. Nem számít, mert így látszik a séród, aminél szállalmasabbat nem láttam életemben. De az ember, csak egy ilyen három szöggel bolondítottál meg úgy. Tényleg, hogyha ez történik akkor, hogyha nem létál kodrászó, hanem a hugor vágja le a Úgyis mondják, hogy Bélik Trégyúra. Igen. Mi belegírjuk a közüzene, nem tudom, hogy a jelölt. Aki között számos zsidó, hogy úr is. Ami igazából kiválóan zöldséget tudnak enni, de teljesen húsossal soha. Iszonyatosan ott van ez a zene tényleg az ötvenben. Annak ellenére, hogy semmilyen rajongója nem vagyok Paul Simonnak sem, meg a Simon & Garfunkel formációnak sem, mint ahogy magyar nemzetbe oltott testvéreiknek, Levente Péternek és Grius Grimosnak sem. Amikor érhetik, hogy Nálad, igen, angyalok! Hol vagy, Paul? Kicsit olyan, egy kis dalos gitáros. Igen. Rajtuk látszik, hogy ők élvezik az emlélést, és igazából nem a miközben gitároznak az akusztikus gitáron, nem azon jár az eszünk, hogy hogyan fogom megvenni azt az erősítőt, ami úgy szól, hogy. Tehát rajtuk ez látszik. Köszönjük szépen, ők így, igazából csak így, egyszerűen csak így keresik a hullámhoz. Van olyan utca zenéből pop, mint az, akit leletettem a listáról. Bocs. Ja. Az az érdekes igazából, hogy a Paul Simonnak ez a csávó, ez annyira csak a put volt a hátán. Az idősebb put, aki látszik is, hogy egy kupa hátán. Az az igazság, hogy ez a csávó, ez annyira a Garfunkel, az annyira lényegtelen, hogy a Simonnak az arca kitakarja a felét a Garfunkel arcának, és ez nem probléma. A Garfunkel is érezte, hogy nem kéne ezt tovább tenni. De én is nagyon sok mindent csináltam a levetet, például lényegteltem. Tehát én nem szól bele abban, hogy a bulitón is, de lehet, hogy láthatta több is az arcomból is. Tehát én miért? Mert hogy megírtam a szöveget, az azért így projektottam neked az egyet. És ne lettek én is énekeltek, mert neked is kellett? Nem, azért kéne, hogy még több látszódjon az alkotból? Az alkú része az, hogy ugye ide, árt így. Akkor egyezünk meg abban, hogy a képen nem változtatunk, de a hajamat százalékban hozzádobjuk bajusznak, mint a Movember és Tomtele kapcsolmás verseny harmadik helyezettje. Vedd úgy, hogy a bajusz az ilyen. És én annyira alacsonyabb vagyok, jó? De maradom a kérdés. Maradjunk annyiban, Artur, hogy engem nem fognak címnek tűzni. Ez tényleg jó. Ide kell rakni a faszt. Igazából, hogy nem kell. Most a címinek. Borábbet vagyunk címni. Kicsit borát. Illetve ez az ember Garfunkel a kapaszkodó Soltész lerőlt számára, hogy ez a gondyi, a férfi gondyi az oké. De már régen Soltészre, ső már régen tudom. Lesz még egy gondyi ma egyébként. Majd. És még egyszer szóba kerül az este folyamán Soltész Rezső, ha nézitek, ha nem. Leáruljunk kerül egy titkokat. Az a különleges, hogy én általában videóklipeket játszok szívesen. De azért játszok nektek videóklipeket, mert ott a tökéletes alkotás. Általában az album verzióból csinálják a videóklipet. Nem mindig. A portányban esetében pedig nyugodtan beállszat az ember live-eteket, számos live-et közül válogattam, mert olyan hangzása van egy koncertnek, olyan módon szólal meg egy koncert, mint hogyha csak a lemezen szólna, vagy még jobban. Tehát a portányban az, akitől egyáltalán nem kell a koncertverziókon átlépni, és így megkeresni mindenáron a lemezverziót, mert a koncertek ugyanolyan színvonalú zenei élmény nyújtanak, hallgassák. Csak. Ez a legjobb, szerintem ez a legjobb, ami Paul Simonból kijött, de hát persze megosztanak a vélemények. Korszakalkotó és zseniális.